irányból egy a tüzet nézi lányra éget. Más levegőbe cimborál. Van köztük egy kig vízzel játszik elvarázsol. Aki földet is kurál. Indulj, jobb most, ha gyorsan elküldsz. Menjünk együtt. Az íz, a szív erő és megfabonáz. A napról álmodsz, az éj elszáll tovább. Reach. Trébe csillaga. Köszi a segítséget. Mire valók a barátok? Kapok pénzt is? Hát azt hiszem nem elviterre kérték. Kérnék egy csirkés. Szerintem abból már biztosan kifogytunk. Olyan, mintha valami meghalt volna. Nem, olyan, mintha meghalt volna, aztán feltámadt, majd beleesett egy tartály trágyába. Ismerem ezt a szagot. Koszos, értéktelen. Ez Blank. Blank, újkát szól az a... Úgy érted, koszos? Hányok a szagodtól? Kösz. Blank, próbál, nézd! Nyitható nyelvvakaró! Blank, elijeszted a vendégeket! Meg kell fürödnöd! Fürdés rossz! Nem, a szappanos meleg víz jó, a bűzös bűz rossz! Na gyerünk, bűzmester! Nem fog fájni! Hagyd Blankot menni, add kérem meg kincset, húslánk! Hé, hey, ne felejtsétek, 5-kor edzés a folyónál. Edzés előtt kéne a segítséged. Aha, és mink és divat kérdésekben? Azt hittem, sosem kérdezed. Blank belefetreng a környék összes szemetesébe, elriasztja a vendégeket, ráadásul hamarosan jönnek az egészségügyisek is az étterembe, meg kell fürdetnünk. És Blank szeret fürdeni? Hát nem. Rendben, edzés előtt megfürdetjük. Aj, miért nem lehetnek normális bajaink? Például, hogy annyira retrós a cipőm, hogy már inkább ózsdi. De nem, nekünk meg kell fürdetnünk egy bűzös békát. Trébe csillaga. Biztos vagy benne? A hét ág, ahogy a meridiáni mondákban, 1000 éve kutatják. A csillaggal megtalálhatom a húgom. Büdös! Kapjuk el! Gyere! Ez egy búvárruha? Régi szemetes zsákruha! Csá! Hoppá! Felé tart. Sosem érjük utol. Igazad van, emberként nem is. Tudom, csak akkor kéne, ha a gonosz ellen harcolunk. De ez a szag már megközelíti a gonoszságot. Őrzők, egyesüljünk! We'll be right back.
Kajakalap. Fürdés idő! Ne! Én mosok, te szárics! Ne! Ne! Miért pocsékoljuk az erőnket? Dobjuk be a folyóba! Hú, víz! Szörnyű! Na jó, ha átért a partra, rendesen megcsutakoljuk. Salátabárhajó! Jaj, ne! Nocsak, lehullott hát a lepel Phobos húgának kilétéről. Most már csak időkérdése is. Na és, majd átrepülünk és akkor csutakolunk. Társaság, le a szárnyakkal! Azt hiszem, nagyobb háló kéne. Remek, még több mocsok, és ez sosem lesz divatos. Szerintem ne adjuk meg a lepkegyűjtőnek a felfedezés örömét. Rendben, felejtsük el Blankot egy picit. Bocs, Hélin. Orfogó? Változzunk vissza! Kéne cserélni az elemeket a jó öreg kristályban. Nem változtunk vissza. Rendben. Repüljünk innen el, mielőtt meglát a fickó. Indulhatunk? Blank fárad, lányok vízesek. Irma, szétnyitnád a vizet, hogy kijussunk? Semmi sem történik, Will! Nincsen erőnk! Mondd! Kérlek, mondd, hogy a csillag megtalálta a húgomat! Elvitte is a nyakába tett! De. Hamarosan Meridián minden ereje az enyém lesz. Tiszta! Lányok, erre átvághatunk a pláza mögött, onnan meg végig sineken az ezüst sárkányig. Olyan, mintha valami akciófilmben lennénk. Nézzétek, Blank nyaralója! Ti beleülnétek valaha egy ilyenbe? Fúj, bacik! A krámpörnővérek! Ó, látod azokat a ruhákat a kirakatban? Ja, ilyen cuccot csak Cornelia Hill benne fel! Még jó! Egész nap csak ide nézzetek, engem figyeljetek, csak is önmagát imádja. Annyira büszke magára, amiért fel tud varni két gombot egyedül. Még soha nem voltam így megalázva, vagy bemocskolva. Pillanat! Lányok, megmondtam, hogy nem mutatkozzatok őrzőként a városban. Vagy ilyen büdösen. Mrs. Lynn, nem változunk vissza. Jaj, anyám, gyorsan, befelé! Próbáltam vagy tízszer, de semmi, és nincsen erőnk sem egyáltalán. Köszönjük a teát, Mrs. Lynn. Felolvastotta a szárnyaimat. Csss!
Ő csak a csirkeszárnyairól tud. Tud segíteni, hogy visszaváltozzunk? Igen, nincs valami bűbáj, vagy krém, vagy valami ilyesmi? Elveszett az erőtök, és tudjuk, hogy Phobos keres valakit. Szól egy munda egy rég elveszett kőről. Amikor Meridian még békés, boldog hely volt, élt egy fiatal lányka Veira, a trón örököse. Egyszer elszaladt és elveszett. Veira szülei kiborultak, és az ősanya segítségét kérték. Ő a Kandrakar szíve segítségével létrehozott egy lokalizáló követ, egy hétágú csillagot. Ez a csillag visszahozza hozzátok azt, aki elveszett. Ha megtalálja mindenkit megfoszt erejétől, és mindentől védve lesz, ami akadályozza hazatértét. De a csillag sosem lesz elpusztítható, és az is lehet, hogy az ellenség kezére jut. Veirát vonzotta a csillag, ami végül épségben hazajuttatta. Az édesapja bedobta a csillagot a trébei vulkánba, remélve, hogy megsemmisül. Ha Phobos megtalálta, érthető, hogy miért nincs erőtök. Az őrzők feladata, hogy megakadályozzák a húga hazatérését. Meddig maradunk így? Lehet egy óra. Egy óra? Egy óra? Vagy akár örökké. Micsoda? Mi? Úgy érti, hogy örökkön örökké. Ami ennél is szörnyűbb, hogy fennáll a lehetőség, hogy a csillag segítségével Phobos rátalált a kiválasztottra, akit keresett. Hozzám jöttetek segítségért. Okos döntés, igazán okos. Akkor most te legyél okos. Igazán okos. Hé, gerlepár, hagyjátok abba. Minden segítségre szükségünk van. Tehát, éppen bevetésen voltam Trébénél. Azért emlékszem, mert megmentettem egy trébei lord gyönyörű lányát. Éppen bekerített egy háromfejű trifekorámusz, amikor... Fókusz. Rendben, tehát, az őrök a vulkán alatt ástak. Azt hittem, Phobos Trebitéért ásat, ez egy fűtőanyag. De volt egy legenda. Mi szerint addig lesznek erőtlenek, míg a csillag nem kap új viselőt. Hát ez remek. Ki akar randizni egy 40 kilós molylepkével? Az ingázó szolgák kiszagoltak egy új átjárót. A földi város mellett van, szilárd kőzeten áll. Ha a csillag jól választott, az őrzők most erőtlenek, nem tudnak mit tenni. Vidd ezt át az átjáró. Nem jó. Talán az idősebbeknek így is fogok tetszeni. Egy pillanat. Új, ne! Visszajött! Nagy csúnya dolog, fontos. Fúj, mi történt? Elloptál egy bagonyi lábgombát? Hírekért cserébe nincs blank fürdés. Rendben, nincs fürdés most! Milyen fontos, mondd csak! Ez egy hiába való blank hajsza. Azért csinálja, hogy tovább maradjon lőn. Ez meg micsoda? Blank tudja. Mi ez? Nagy éhes növény.
Valamit tennünk kell. Például mi? Olyan rettenetes. Egy órája még volt erőnk, és nagyon jóra használtuk. Hogy megmossunk egy rágcsálót, és most, amikor igazán kérlek. Erő nélkül is lehet hatalmas dolgokat véghez vinni. Elvágjuk a tövénél, talán a virág is elhervad. Dobj ide egy ásót! Kélőbb, vigyázz! Elkapta Blánkot! Segíthetek? Azt hiszem, elloptam ezt az ékszert a kirakatból. Ó, az nem ékszer, értéktelen kacat. Nem tudom, miért vettem el. Nem ilyen vagyok. Tessék, az öné. Ne! Megtarthattad volna. Kicsit tartok tőle. Ezek mind a suli évkönyvek? Igen, azt hiszem. Tudod, még mindig nagyon nagy a rendetlenség. Nagyon örülnék, ha valaki segítene a rendezgetésben néha-néha. Tényleg? Na jó, ne nevessen. De így néztem ki tavaly. Visszajött az erőnk! A növények 95%-a víz. Víz! Tűz! A sinek! Meg tudod hegeszteni? Jó, épp időben. Égi ötös! A húgó. A hercegnő. Jó újra normálisnak lenni. Mi normális? Soha többé nem használjuk az erőnket, ha nem kell. Mivel az erőtök visszatért, Trébe csillaga elvégezte feladatát. Phobos megtalálta, akit keresett. Ó. Oh. Ami eddig bűzlött, rózsaként fog illatozni. Ha? Üdv ismét! Rick, igaz? Igen, vagyis inkább Cedric.
Ó, oh, ez jobban tetszik. Szóval, tényleg komolyan gondolta ezt a felállás dolgot? Csak nem villámlott? Magyar hangok. Nemes Takács Kata, Simonyi Piroska, Dögei Éva, Rohatis Andrea, Mánya Zsófi, Bókai Mária, Pálmai Szabolcs, Breyer Zoltán, Csík Csaba Krisztián, Lány Balázs. Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes. Hangmérnök Kis István. Gyártásvezető Németh Piroska. Szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.